Nyilvánvaló, hogy nincs is jobb arról beszélni, hogy mennyire jókat edzettünk, hogyan kell edzeni, helyes kivitelezések, milyen kiegészítőket használjunk, hol együnk, mit együnk, hogy készítsük el, de ahogy a videó intrója is mindig mondja, hogy és ami még eszembe jut, ma egy ilyen nap lesz, hogy eszembe jutott egy másik téma, úgyhogy kezdjünk. És akkor mindenkit üdvözlök, sziasztok! A mai videóban nem edzésről lesz szó, hanem arról, hogy kijött a legújabb Godzilla film, és mivel én nagyon nagy fanya vagyok ennek a témának, ennek az egész kultúrának, ezért én a mai résszel kapcsolatban szeretnék hangot adni annak, hogy milyen volt a film, és ezzel kapcsolatban még egy-két információt. Az fontos elmondani, hogy ha valaki megnézni a filmet, és nézi most ezt a videót, nem kell aggódni, nem fogok spoilerezni, mert jó fej vagyok, meg egyébként rohadtul bunkó dolog is spoilerezni. Az elképzelésem az az lett volna, hogy készítek egy teljes bemutatót arról, hogy a Legendary Warner Monster vagy szörnyverzum, az hogyan is épül fel, hogy néz ki, és erről már a videót meg is csináltam, de nem voltam vele elégedett, úgyhogy inkább egy kicsit hagytam a dolgot ülepedni, meg is néztük ugye az új részt, hát így legalább akkor teljesen el tudom mondani, hogy mi a véleményem, plusz az eddig megjelent kritikákra tudok reagálni. Tudom, nem vagyok filmkritikus, szóval nem szakértői szemmel fogom elmondani, hanem mint rajongó, hogy én nekem mi a véleményem a filmről. Azonban mielőtt belevágnék a témába, jöjjenek a kötelező szolgálati közlemények, amiket mindig elmondok online edzésre tudok már csak jelentkezni hozzám, úgyhogy valakinek szüksége van arra, hogy az én tanácsaim alapján edzen, és az én felügyeletemet élvezhesse, azt keresse meg Instagramon, a fegyvernek is zsénéven keressenek. Másik nagyon fontos dolog, hogy most már a pólóimat meg tudjátok rendelni a Fanderen, úgyhogy ha szeretnétek bővebb fazonú, vagány feliratú, edzésre tökéletesen alkalmas pólót, pulóvert, akkor itt a linket meg fogjátok találni, irány a fander, nézzetek körül a pólóknál, vagy akár a pulóvereknél, és rendeljetek, és hogyha elkezdtek benne edzeni, jelöljetek meg rajta, én meg majd jól kirakom. Ha rendeltek a Show ről vagy a Biotech USA Shopról, akkor is megjelölhettek, bár ezzel nem lesztek előrébb, de nekem ez egy jó reklám, úgyhogy ha néha megosztjátok, hogy az én tanácsomra ezt a két webshopot választjátok, azt is nagyon köszönöm. Szintén fontos, ha nem tettétek még meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert ha átlépjük a 2000 feliratkozót, akkor egy 50 ezer forint értékű Builder termékcsomagot fogok kisorsolni a feliratkozók között. Még egy apró érdekesség, Novák Pálnak köszönhetően meghívást kaptam a PTE-LTK-nak az Így Élünk Podcast adásába, ahol készült velem egy hosszabb beszélgetés. Érdemes belenézni, egész jó témákat választott nekem Pál, és nagyon jól beszélgettünk, de vannak ott még nagyon érdekes vendégek is, úgyhogy ha én annyira nem nyertem el a tetszéseteket, ott még tudtok bőven mazsizni, de remélem, hogy az én közös videóm is, amit Pállal készítettünk, el fog nyerni a tetszéseteket. Na de vágjunk is bele a témába, Godzilla X Kong, az új birodalom... Ezt megelőzte a Godzilla vs. Kong, amit megelőzött a Godzilla szörnyek királya, amit a Kong koponya és a legelső pedig a 2014-es Godzilla volt. Ha időrendben nézzük, akkor viszont a Kong koponya sziget volt a legelső, utána jött a 2014-es, majd 19-es Godzilla, végül a Godzilla VS Kong, és utána a Godzilla X Kong. Ha valaki azt meri nekem mondani, hogy neki a legjobban a Matthew broderick és Zsárénóval készült Godzilla tetszett, még 98-ból, az kitiltom a csatornámról, átmegyek hozzá, és mindent kizabálok a hűtőjéből. Az a film az annyira nem sikerült jól, hogy a tohó média nem nevezik Godzillának, mert az csak simán Zilla. És további érdekesség, hogy Godzillának nem az a legelső filmje, hanem még 1954-ben volt a legelső Godzilla film, de erről majd később. Most vegyük a 2014-től jelenleg 2024-ig tartó szörnyverzumot, mert minket most ez érdekel, ez számít egy kánonnak most, ebben még vannak kiegészítő történetek, ezekről is mindjárt majd mondok pár gondolatot. Vannak ugye a nagyobb filmek, vannak képregények és vannak sorozatok, ki lehet egészíteni a Netflix-es sziget sorozattal, a Monarch Legacy of Monsters Apple TV sorozattal, a Godzilla Aftershock és a Godzilla Dominion képregényekkel. Kong Koponya sziget sorozat, az ugye a Koponya sziget idején játszódik, amikor Kong még ott van. A Monarch Legacy of Monsters sorozat, az nagyjából a Kong Koponya sziget közepétől veszi fel a fonalat, és tart neki egészen a történet szála addig, amíg Godzilla nem küzd meg Gidorával. A Godzilla Aftershock képregény az közvetlenül a 2014-es film után játszódik, hogy összekösse a 2019-essel a történetszálat, és a Godzilla Dominion pedig a 2019-es és a 2021-es szálat köti össze. És akkor nézzük, hogy miről szól a Godzilla X-Kong az új birodalom. Ott csöppelünk bele a történetbe, hogy Godzilla fennmaradt a földfelszínen és a mély tengerekben éldegél, és hogyha valami titán rosszalkodik a felszínen, akkor ő előjön és jól szétugja a segét. Kongeközben közben az üreges földben tölti mindennapjait, és próbálja feltérképezni, hogy ott mi újság, Kong keresi a fajtatársait, és meg is találja őket, de ennek nem lehet annyira örülni, ugyanis nem túl barátságos a fogadtatás, és a majmoknak a vezére, Scar vagy a sephelyes király, hát minden követ megmozgat azért, hogy Kong semmiképpen se akarjon velük barátkozni, Godzilla-val összek próbál fogni aki viszont érzékeli, hogy itt aztán nagyobb a baj a kelleténél. Ennek is lesz az oka az, hogy ő a kék szint le fogja cserélni egy rózsaszínre. Eközben emberi szereplőink, akik megmaradtak még a Godzilla versus Kong epizódból, ők is úgy gondolják, hogy ideje lemenni üreges földbe, ugyanis a professzor nőre bízott utolsó Ivi, azaz Gia, egy benszülött törzsnek az utolsó leszármazottja, hát halucinál mindenfélét, és kiderül, hogy ezek nem halucinációk, hanem segélyhívások, ugyanis üreges földben még az ivik ott élnek, ez az intróban is látható, és épp ezért erről most lehet beszélni egy picit, és lehívják őt is, hogy a krízis helyzeten próbáljon valamit segíteni. A történet röviden ennyi, hogy be fogják mutatni azt, hogy itt mekkora bunyók lesznek, és erre lehet számítani. És egyébként a film az ezt hozza. Rengeteg szörnybunyó van, kevés duma, és így összességében szerintem egy tök nézhető film volt. Most a speciális effekt az, az én szememnek nem volt furcsa, nem tűnt gagyinak. Nekem tetszett egy dolgot, én azért sajnálok, hogy Godzilla keveset szerepelt a filmben, és egy kicsit úgy érzem, hogy ő most háttérbe szorult, és ez inkább egy Kong film volt, és most inkább Kongnak a lóriát próbálják építeni, mert hát Godzilla-nak megvan, Ugye ősi titán, a legerősebb OP. Mit kell róla még beszélni? Mindig egyre erősebb és erősebb. Egyébként mindenkit megnyugtatok, Godzilla nem azért lett lila, mert vók lett, vagy azért, mert az LMBTQ támogatja, hanem ennek van egy tök értelmes magyarázata, de ebbe nem akarok belemenni, mert akkor az a spoilereznék. Egyébként annyit még elmondhatok, hogy a Masterverse történetében eddig a 2024-es filmben lesz a legtöbb szörny megmutatva, úgyhogy még egy okkal több, hogy megnézzétek ezt a részt is. Ami nekem tetszett, hogy a csatáknak ismét volt tömegük, azért fogalmazok így, mert fent a földön ugye tudjuk perspektívába helyezni azt, hogy mekkora Godzilla, mekkora Skarking, mekkora Kong, mert lent üreges földbe, ugye mindenki nagy, viszont ott nincsen annyi ember, és ezért nem tudjuk azt úgy elhelyezni, hogy most amikor ők ott bunyóznak, akkor hozzájuk képest egy ember mekkora. Úgyhogy ez szerintem egy szerencsés dolog, hogy erre próbáltak azért figyelni, ugyanis a 2021-es részben, amikor Godzilla is fenn van a hajón, és Kong is fenn van a hajón, és ugye kb. 200 ezer tonnányi masszív tömeg ugra egy hajótesten, és ez a hajó nem roppan ketté, az úgy eléggé kiröhögteti a filmnek a fizikáját. Nekem összességében tetszett a film, mert mondom, ez arról szólt, hogy szörnyek bunyóznak, nem vártam többet, én erre számítottam, hogy valami ilyesmit fogok látni, hogy szörnyek fognak bunyózni, nem gondoltam, hogy itt hatalmas emberi drámák lesznek, elégedett vagyok. Ezzel szemben viszont nagyon sokan kritizálták a filmet, és úgy gondolom, hogy a videónak a lényegi része az most fog jönni. Ugye nagyon sokan hasonlítják ezt a Godzilla filmet a tavaly novemberben kiadott Godzilla 1 filmhez, ami nem éppenség egy releváns összehasonlítás. Jogos a kérdés, hogy miért? Tök egyszerű a válasz, ugye nem ugyanabban az univerzumban játszódnak. A Godzilla X Kong az új birodalom, az ahogy mondtam, a Legendary Warner Monsterverse szörnyverzumban játszódik. Ezzel szemben a Godzilla 1 az pedig a Rejva érában játszódik. A Reiva éra az igazából a japán Godzilla filmeknek egy ilyen gyűjtő csoportja. A Godzilla filmeknek mindig is voltak éráik Japánban. Az első ilyen éra, az a Showa éra volt, 54-ben indul, amikor is ugye az első Godzilla filmet megalkották. Fontos tudni, hogy a legtöbb érában egyébként jelmezben játszák a Godzilla filmekben a szörnyeket, úgyhogy kicsit bugyutának fest azután, hogyha te megnézel mondjuk egy 2014-es vagy 2021-es Godzilla filmet, de ettől függetlenül viszont szerintem így is érdekes. A következő részünk az idővonalon az a helyszei éra, és itt visszatért Godzilla ahhoz a horrorisztikus inkább felnőtteknek való film kategóriához, amit még annó az első 1954-es film is képviselt. Itt nagyon neves ellenfeleket tudott magáinak Godzilla, mint például ugye Biorante, vagy Disztrója, vagy Space Godzilla, de ezt megint nem fogom kibontani ennél jobban, mert igazából fölösleges. Nekem ezek a filmek is nagyon tetszettek, Godzilla itt kapta meg azt az igazi szörny besorolását, amiért már régebben is az emberek oda voltak érte. És akkor jött végül a Millennium éra, ami pedig 2004-ig tartott, 1999-től, így már azért próbáltak animációkat is felhasználni. 2004-ben döntöttek úgy a Tohónál, hogy most egy időre pihentetik godzilla ugyanis hagyni kell, hogy a technika fejlődjön annyit, hogy hozzá méltó módon, godzilla méltó módon tudják őt prezentálni a vásznon. És akkor ezek után volt ugye a Tristárnak, az amerikai Godzilla próbálkozása szörnyű. Nem az a képvilág köszönhetett vissza, amit annó mi megszoktunk egy normál Godzilla filmtől, hanem teljesen más. Normál esetben Godzilla egy ősi entitás, aki ügyel a föld egyensúlyáért, és egy antihősként jelenik meg a vásznon. Ezzel szemben a trisztáros Godzilla az tulajdonképpen egy sugárfertőzött iguána. Nem, 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 nem volt jó, nem volt jó. Úgyhogy ö, inkább, inkább hagyjuk is. 2016-ban elindult a Reyva éra a 2016-os Shin Godzilla-val, ami igazából a Fukushima-i atomkatasztrófának állít emléket azzal, hogy ugye levetítették, hát olyan, mintha visszamennénk az időbe, mert maga a forgatás technika az pont ezzel is tiszteleg a régi Godzilla filmek előtt, hogy hasonló technikával dolgoztak itt is, mint a régebbi verzióknál, de szerintem brutális lett. Nagyon-nagyon durva, nagyon groteszk, úgyhogy megéri megnézni, bár aki hozzászokott a mostani Marvel, DC, és egyéb ilyen nagyon csúcsra pörgetett animációkhoz, az nézni fog, hogy ez, ez, ez most micsoda. Egyszer meg lehet nézni, lehet a felénél ki fogjátok kapcsolni, aztán elküldtök engem a francba, hogy miért vesztegettem ilyenre az időtöket, de a szerettek egy ilyen régi, old-school, már majdnem horrorfilmet, szerintem azért megéri. Ugyanebbe az érába még három darab Netflix-es filmet lehet becsatolni, amik egyébként egymáshoz kapcsolódnak, és van még egy netflix animációs sorozat is, az is szerintem. Patika, úgyhogy mondom, ez, ezek tök jók, és akkor itt a rejva írában van ez a Godzilla Minus One nevű film, ami 2023-ban ugye leadtak, és mindenki ehhez hasonlítja a mostani filmet, nem érdemes, mert Godzilla abban a filmben alig-alig jelenik meg, az a második világháború utáni Japánban játszódik az a film, ahol ő megint csak egy antihőst játszik, aki igazából megint csak azért jött ide, hogy elpusztítsa Japánt, ahogy ugye az atombomba is próbálta. Az a film is megkapott minden filmes elismerést, de nem lehet őket összehasonlítani. Másról szólnak, más a hangvételük. A Godzilla X Kong az tényleg egy, egy szörnyfilm némi akcióval. Ezzel szemben viszont a Godzilla Minus van egy akciófilm szörnyel. Az első kritika az igazából a GameStar-nál volt látható, amit én megnéztem, ezt Csirke jegyzi, és ebben ugye pont kitérnek arra, hogy az emberi szállat kb. ki is lehetne vágni, de figyelj, ez egy szörnyfilm, tehát ez, miért, miért, miért kéne az embereket ennyire túltolni benne? Eddig mindig az volt a baj, hogy erőltetik az emberi szállat, most meg nem erőltetik, akkor most meg az a baj, tehát ez nekem egy kicsit így nehezen emészthető. Amit még problémának jegyeztek, az, hogy próbálják építeni ezt az egész univerzumot, és túlságosan nagy a tempó. Lehet az, hogy még terve vannak filmek, én már olvastam arról, hogy mik lehetnek a következő ellenfelek, hogyha megfelelően teljesít a film. A következő kritika Simonyi Gáspárnak, az IGN Magyarországnak a tollából ered, és hát itt is igazából erre térnek ki főleg, hogy az emberi szál az teljesen elhanyagolható. De még egyszer mondom, tehát ez nem egy emberekről szóló film, hanem a szörnyekről, és igen, itt is sajnos megemlítik azt, hogy üreges földben a harcok azok nem tekinthetőek annyira monumentálisnak, hiszen minden nagy, és épp ezért nem érezzük azt, hogy mennyire nagy, mert az embereket ott nem látjuk annyira, és így nem tudjuk tényleg perspektívába helyezni azt, hogy, hogy, tényleg, hogy hányadán is állunk így méretek terén. Kitértek még arra, hogy nem annyira félemetes ez a film, ez valamennyire érthető, hiszen nem kapott erbesorolást a film, lehet, hogy jót tett volna neki, és remélem, hogy a következő valamelyik Godzilla film az erbesorolású lesz, mert van godzilla annyi potenciális tartalék, hogy legyen egy erbesorolású filmje is. Amit még megnéztem, az az Otherworld Zoli Kritikája volt, a YouTube-on az összes ilyen linket majd egyébként csatolni fogom, és ő is azt mondta, hogy hát ez a film szar, mert hogy a látványa az, az jó, de nem csak erről kell szólnia igen, a látványfilmnek is kell, hogy legyen egy története, de most egy szörnyfilmtől őszintén mi a túrót várunk. Úgyhogy egy kicsit nehezen tudom ezt a véleményt befogadni, én nem értek vele egyet, de persze ettől szép az élet, hogy nem mindig értünk egyet, és ezt normálisan el tudjuk mondani. Nekem azért tetszett, mert a történet szépen tovább lett építve, egy picit intenzívebb az egész film, és egyébként ezt el is mondja Zoli is, hogy a Godzilla Minus rendezője is azt mondta a Godzilla X Kongra, hogy ez egy nézhető és egy szórakoztató film lesz. Végül pedig a Jurassic Lore a kritikáját is megnéztem. Hasonló volt ott is szintén a probléma, hogy szerintük kevés volt ugye Godzilla. Lehet igen egy kicsit érezni azt, hogy ez egy, inkább egy kongot építő film volt megint, és Godzilla csak akkor jelent meg, amikor már tényleg zúzni kellett. Reméljük, hogy tényleg lesz több Godzilla film, amikor már újra külön fog Godzilla saját egész estés filmet kapni. Elmondhatjuk azt, hogy amiben egyetértünk, hogy a film az egyébként látványos, a történetszál hát olyan, amilyen, de aki egyébként szereti az ilyen kájzsú tematikájú filmeket, az nem fog ebben csalódni. Én legalábbis ezt tudom így elmondani ebből. Én szerintem egyébként egy jegyet megér, én nekem megérte mellett még két nagy popcorn, egy nagy nacsost, kettő üdítőt és két zacskó gumicukrot is. Nekem tetszett, és remélem, hogy nektek is most lesz kedvetek ahhoz, hogy megnézzétek, és hogyha újadódik, akkor kommentbe írjátok le, hogy nektek hogy tetszett a film. Tényleg, én szerintem ez egy élvezhető film volt, és a barátnőm is azt mondta, hogy neki is tetszett. Ő nincs annyira oda ezért a kultúráért, de ő is egyébként a Godzilla filmeket szívesen megnézi. Már csak a Dűne 2-re kéne rávennem, meg a Dűne 1-re. Nem kell csodát várni ettől a filmtől, nem egy Oppenheimer mélységű 101 néhány percre fogtok beülni, hogy olyasmi lehet kb. a különbség, mint elmennétek a mekibe és ennétek egy dupla sajtos mekroját, ami tényleg tök finom, tök jó, vagy pedig elmehettek a megyeri burgerbe, és eztek ott egy marcel burgert dupla hússal. Próbáljátok meg a filmet elhelyezni ott, ahol ennek a helye van, ulassatok jól rajta, és hogyha nektek is már megvan az az élmény, írjátok meg kommentbe, és remélem erről is tudunk majd egy jót beszélgetni. Hamarosan edzős videóval is érkezem, és ha már a megyeri burgert említettem, azzal kapcsolatban is lesz majd nem sokára tartalom. Köszönöm, ha megnéztétek ezt a videómat is. Ha tetszett, akkor a lájkot örömmel elfogadom, és ha még nem tetétek meg, akkor iratkozzatok fel. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!